Harcosuli, negyedik rész. Nézzük az állatjegyeket, először nézzük egy kicsit általánosságban. Vannak az úgynevezett tiszta állatjegyek. Ezen a tisztaságon azt kell érteni, hogy ők lesznek azok, akik hát akár tisztaságmániások lesznek, de akiknek biztos, hogy fontos lesz az, hogy mennyire tiszta a környezetük, mennyire van rendben minden, akik nagyon takarítanak, akik nagyon sokat mosnak, tehát akinél mondjuk a mosógép az szinte minden nap megy, de az is biztos, hogy ő lesz az, aki akár minden nap letörölgeti a polcokat, stb. Tehát akinek egész egyszerűen fontos a tisztaság. Ez három állatjegyre jellemző, ez a kakas, a disznó és a kígyó. Úgyhogy ha mondjuk ilyen jegyűekhez mentek vendégségbe, akkor készüljetek fel arra, hogy biztos, hogy tisztaság lesz. Ha pedig ők jönnek hozzátok vendégségbe, akkor is biztos lehetsz benne, hogy meg fogja nézni. Ő lesz az, aki végighúzza az ujját a polcon, vagy hát megjegyzi azt, hogy nem biztos, hogy olyan nagy tisztaság van. Tehát, hogyha a kakas, disznó vagy kígyó megy hozzád vendégségbe, akkor takaríts ki előtte. Többieknél nem muszáj. Nézzük a kreatív állatjegyeket. A legkreatívabb állatjegyek az a patkány, a bivaj, a kecske és a disznó. A patkány és a disznó olyan szempontból is kreatív, hogy ők nagyon jól megtalálják a megoldásokat bizonyos problémákra. Tehát, hogy egy ilyen szervezőkészségi kreativitás is bennük van, de bennük van a klasszikusan értett kreativitás is. Tehát, hogyha ezek közül, a jegyek közül valamelyik benne van a képletedben, akkor biztos, hogy foglalkoztat bármiféle kreatív dolog. Illetve szereted a művészeteket, szeretsz ilyesmikkel foglalkozni, akár csak felhasználói szinten, de simán lehet, hogy például munkaként is ezt tűzöd. A kecskék és a patkányok például nagyon jó lakberendezők. Jöjjenek a manipulatív állatjegyek. Bizony ilyenek is vannak. És itt a manipulációt nem mindig rosszul kell érteni. Én mindig inkább azt mondom, hogy ők azok, akik hajlamosak eltertíteni az igazságot, de különböző célok miatt egyrészt, másrészt pedig alacsony szinten használják csak úgy, hogy azzal mondjuk ártanak a másiknak. Tehát a manipulatív jegyek azok a nyúl, a kígyó, a majom és a disznó. Na most a nyúl az például a családjáért tesz meg mindent, és ő miattuk akár még arra is vetemedik, hogy akár elfedítse az igazság. A majomnál ez sokszor inkább pénzkeresés, mert ugye a majom szereti megkeresni a pénzt, amiből megél, és ezt szereti el is költeni, és aztán megint megkeresni, és ezért néha itt egy kicsit tud csalinkázni. A kígyó az inkább olyan, hogy nem hazudik, meg nem ferdíti el az igazságot, hanem nem mondja el az igazságot. Vagy úgy mondja el, hogy ez mondjuk kétértelmű lehet, és akkor így érted, vagy úgy érted. A disznó pedig egész egyszerűen anyagi problémák néha, de tehát inkább azért szokott füllenteni, mert hogy anyagi problémákba kerül. Jöjjenek a spirituális jegyek, ez a sárkány, a kígyó és a kutya. Ugye ők, a sárkány az a mennyei kapu őrzője, a kutya az a földi kapu őrzője, és a kígyó pedig tud utazni az időben. Hogyha valakinek bármelyik benne van a képletében, akkor alapvetően nagyon spirituális gondolkodású, viszont hozzá kell tenni, hogy mivel a sárkány és a kutya földtöltetű, ezért ők sokkal reálisabban látják a dolgokat, és ezt a spiritualitást mindenképpen el akarják nyomni magukban. Hogyha valakinek több is benne van a képletében, akkor biztos, hogy nagyon durván jó megérzései vannak, nagyon érdekes meglátásai vannak, és biztos, hogy foglalkoztatja a spirituális világ. Ezen kívül még a nagyon spirituális állatjegy az a kecske, akinek viszont lehetnek olyan képességei, hogy akkor akár belelát a jövőbe, vagy bármi olyan, ami nem megmagyarázható. Tehát, hogy effektív ilyen érdekes képességekkel rendelkezhet. A nagy spiritualitás után pedig jön a racionalitás, és jönnek a pénzügyesek. Én így neveztem el őket. Ők azok, akik értenek a pénzhez, és ha nem is lesznek milliómosok, de hogy anyagi gondjaik nem lesznek, és mindig tudnak fölhalmozni pénzt, és tudják, hogy mibe fektessenek, és hogy hogyan nyúljanak a pénzhez. Ez három jegyre. Igaz, a patkány, a nyúl és a majom. Mind a háromnál az van, hogy nagyon jó pénzügyi döntéseket tudnak hozni, nagyon jó kereskedelmi érzékkel rendelkeznek, és például a nyúl az nagyon jól meglátja az akciókat, meglátja, hogy
mikor mit kell venni ahhoz, hogy jól járjon. A nyúl és a patkány határozottan gyűjtögető típusúak, tehát fel is halmoznak pénzt, a majom az nem. A majom az inkább olyan, hogy megkeresi a pénzt, amit szeretne, aztán el is szólja valamire, amit szeretett volna. De aztán újra megkeresi a pénzt. Tehát, hogy neki se lesznek anyagi gondjai, de mindig ő nem gyűjtöget. Ő nem az a gyűjtögetős típus. Úgyhogy ha ezek közül valamelyik benne van a képletedben, akkor nagyon ne aggódjál a pénzügyeid miatt. Biztos, hogy jobban kezeled a pénzügyeket, mint mondjuk egy rólyegyű például. Ezt tapasztalatból mondom, hidd el. Jöjjenek a sportos jegyek. Ezek a nyúl, a tigris és a majom. Mind a három nagyon szeret sportolni. A nyúl az inkább a magányos sportokat szereti, és bármilyen meglepő, nagyon sok nyúl fut. Tehát az kedvenc sportja ez a futás lesz, de ezen felül azért mást is nagyon szeretnek. Bocsánat, még kihagytam a disznót, a disznó is nagyon szeret mozogni. A tigris és a majom inkább a csapatsportokat szereti, tehát hogy mondjuk kosárlabda, foci, ehhez hasonló. Viszont az is érdekes, hogyha valakinek mind a kettő benne van a képletében, a tigris és a majom is, akkor eltűnik ez a sportos érdeklődés. De ha csak egy tigris van, ha csak egy majom van, akkor biztos, hogy szeretsz sportolni, és mondjuk szereted a tesi órákat az iskolában. A disznókra pedig érdekes módon a biciklizés jellemző, és ők is nagyon szeretnek sportolni, és a legtöbb disznó az biciklizik. Jöjjenek az akaratos jegyek. Ugye három jegyet tettem. Ők azok, akik nagyon akaratosak tudnak lenni, és nem érdemes velük vitatkozni például. Ez a tigris, a ló meg a kakas. Egyszerűen, amit ők akarnak, azt fejükbe leszik és megcsinálják, ez az egyik. A másik pedig, hogy nem engednek az igazukból semmiféleképpen. Felesleges velük vitatkozni, és próbáljátok meg. Időpocsékolás. És végül jöjjenek a viccesek. A ló, a majom, a disznó és a tigris. Ők azok, akik nagyon viccesek tudnak lenni. Egyébként nagyon sok humorista kerül ki ezekből a jegyekből, mert tényleg nagyon jó humorérzékük van. Tehát, hogyha humor estre mész, vagy valami komédiát akarsz megnézni, akkor nézd meg, hogy van-e ilyen jegy a képletükben, mert biztosan nagyon viccesek lesznek. Ráadásul a lovakat azokat onnan lehet még felismerni, hogy ők azok, akik úgy röhögnek, mondjuk egy kicsit a disznók is, hogy mondjuk egy étteremben ülsz, és hallod, hogy valahol egyszer csak valaki elkezd nagyon röhögni, na az a ló lesz. Mert hogy nem tudják visszatartani a röhögésüket, nem tudják visszatartani. És ráadásul ezeknek a jegyeknek nagyon fontos is a humor. Tehát, hogyha mondjuk olyan párt keresel, aki ért a humorhoz, akinek jó a humorérzéke, akkor keresd ezekből a jegyekből. Még mindig van összefoglaló, viszont nem fér bele abba a videóba, úgyhogy az asztrosuli következő részében jöjjön még majd a második része az állatok összefoglalójának.